8-kor egy egyeztetés, ahol ott volt Bányai Gábor országgyűlési képviselő is, illetve a halas víznek jogutódja, a Kiskunsági Víziközmű Szolgáltató Kft. Ügyvezetője. Az akkori állás szerint még ahhoz kötötték, hogy igenis jogszerűen járnak el. Most azonban vissza lett kötve a víz. Mi történt ez idő alatt? Igen, tulajdonképpen már a múlt hét pénteki állapot, amikor is ennek a veszélye, hogy a vízmű korlátozni fog egy pár lépcsőházat előállt, akkor úgy tűnt, hogy ők szabályosan járnak el. Ennek ellenére akkor is én arra kértem őket, hogy ezt, ha lehet, akkor minél kisebb mértékben alkalmazzák ezt a fajta fenyegetést, hiszen azért ez egy nagyon komoly alapszolgáltatás, amire a lakosságnak szüksége van. Ennek köszönhetően az akkori 9 lépcsőház helyett csak 3 volt az, ahol alkalmazták ezt a korlátozást. Mai napon viszont sikerült elérnünk azt, hogy ebben a 2 lépcsőházban is, hiszen még pénteken vissza lett állítva az egyik lépcsőház, van a szolgáltatás, most már ebben a maradék 2-ben is ismét megy a víz. Én azt tudom mondani, hogy az alapvető probléma ezzel a korlátozással az, hogy olyan fogyasztókat is károsít ez a retorzió, akik erre nem szolgáltak rá, rendesen fizetik a vízdíjat, tehát valami olyan megoldást kell találnunk, amelynek a keretében csak a nem fizetőket próbálnám meg a vízmű arra sarkalani, hogy vegyék komolyan a számláikat. Mit tesz az önkormányzat, mi lesz a következő lépés ennek a megoldására? Gyakorlatilag a holnapi napon fogunk leülni a közös képviselőkkel és a vízmű munkatársaival, és megpróbálunk egy olyan közös álláspontot kialakítani, amely biztosítaná az ilyen megoldások elkerülését, ugyanakkor a vízmű zavartalan működését is. Köszönöm. Ennyi lehet tudni, hogy kinek a